Az első között építették ki az országban a csőposta rendszert a Nyíregyházi József András Oktatókórházban. A technika június óta működik élesben az intézmény valamennyi gyógyító osztályán. A fejlesztéstől elsősorban a betegellátás javulását várják. Mintha porszívó zúgna, ilyen hangok kíséretében jönnek-mennek a kapszulákban a leletek a Nyíregyházi kórházban, a nemrég kiépített csőposta rendszerben. 14-22 percbe telik átlagosan egy kórházi mintavizsgálata, ebből azonban a legtöbb idő a laboratóriumba való eljuttatása. Ennek a periódusnak a csökkentése céljából építették ki a sűrített levegővel hajtott hálózatot. Létrehozása 207 millió forintba került, kezelését pedig minden osztályon ismerni kell, az alagutak ugyanis a 120 éves intézmény valamennyi épületét összekötik. A kórház számítógépes térképén jól látszik, hogyan halad a kapszula mintegy 35 km/órás sebességgel a bonyolult metróhálózathoz hasonlítható csőposta rendszerben. Az egymástól legtávolabb eső feladó és fogadó helyek között legfeljebb 10 perc alatt jut el a célállomásig. Itt pedig az látszik, ahogy megérkezik a központi laboratóriumba. A cél, hogy a technikának köszönhetően az ország egyik legnagyobb diagnosztikai feladatokat ellátó intézményében javuljon a betegellátás, korszerűbb és gyorsabb legyen. A gyógyítók hamarabb információhoz juthatnak a beteggel kapcsolatban, ami akár életet is menthet. Bennünk a stúdióban dr. Eisner Éva, a József András Oktatókórház központi laboratórium osztályvezető főorvos, a kezdet csókolom. Üdvözlöm, és a nézőket is. Ha jól tudom, akkor az elsők között építették ki az országban. Honnan jött anno az ötlet, hogy jó lenne egy ilyet létrehozni? Igazából én most néztem utána, ez a technika, ez elég régi technika. Már 1972-ben Angliában üzemeltek így laboratóriumok, és sokkal korábban posták üzemeltek ennek a pneumatikus csőrendszernek, a szállítórendszerének a segítségével. De az ötlet azért alapvetően onnan jött, hogy az utóbbi időben annyira megnőtt a beteg vizsgálatoknak a száma a kórházunkban és a laboratóriumban, ami miatt célszerűvé vált az, hogy rövidítsük le minél inkább a laborba érkezéshez szükséges időt, és koncentráljunk arra, hogy elvégezzük helyesen az analízist, és minél hamarabb eredményt adjunk a gyógyító kollégák számára, akár a diagnózis, akár a terápia, akár a monitorozás szempontjából. És még talán egy mondatot ehhez azért fűzök hozzá, hogy ezt leginkább a betegeink akkor érzik, ezt a várakozási időt, amikor ugye ambulanciáinkon jelennek meg valami fajta kontrollvizsgálaton, és sokszor ugye üldögélnek azért, mert várják, hogy a labor eredmény kész legyen. Ehhez szükséges időnek a döntő többsége eddig azzal telt el, hogy a vizsgálatokhoz szükséges minták eljussanak egyáltalán a laboratóriumba, és valóban 14-15-20 perc maximum az az idő, ami alatt mi azt megmérjük. Az összes többi idő mással telik. Korábban hogyan működött a rendszer? Tehát, hogyha valamelyik osztályon felmerült, hogy valakinél mondjuk vért kell venni, és azt meg kell vizsgálni, akkor ott mi történt? A folyamatnak ez a része most is így zajlik. Az orvos indikálja a vizsgálatot, a nővérek leveszik a megfelelő mintavételi eszközökbe, ezek lehetnek vérvételi csövek, vizeletes porrak, lehetnek köpetek mikrobiológiai vizsgálatra, vagy citológiai vizsgálatokhoz például mintavételek a nőgyógyászati ambulanciákon, vagy ide tartoznak például a műtéti anyagoknak a szállítása a műtőkből. Ennek az indikálása megtörténik, a mintavétel megtörténik. Ez után, attól függően, mennyire sürgős volt a vizsgálat, azon nyomban kerítettek egy úgymond eljárót, egy élő embert, aki elszaladt a laborba a mintával, és képzeljük el azért, aki járt már a József András kórházban, azért ott relatíven nagy területet és magasságokat kell sokszor bejárni, ugye az sebészeti tömb belső emeletén van a központi laboratórium, és a többi említett laboratórium meg megint más épületekbe, és ez idő eltelt azzal, hogy egyáltalán a laboratórium észlelje azt, hogy vizsgált kérése van, mert abban a pillanatban észleli csak a laboratórium a jelen informatikai rendszer mellett azt, hogy vizsgált kérése érkezik hozzá, hogy megérkezik az a cső, amin azonosító jelek vannak, és ez alapján keresi meg
a laboratórium az informatikai rendszerben, hogy milyen vizsgátokat kértek tőle, ettől a betegtől, és mennyire gyorsan. Tehát eddig korábban június előtt ez így zajlott, és ez bizony igénybe vehetett akár 40-50 percet, sőt, mi sokszor láttuk, hogy akár órákat is, hiszen az az eljáró, akinek a mintát a laborba kellett hozni, esetleg az is feladata volt, hogy adjon le egy rendelést a műszaki osztályon, vagy az is feladata volt, hogy egy beteget kísérjen át a röntgenre, vagy kísérjen vissza egy fekvőbeteg osztályra. Jelen pillanatban, ugye hallottuk a kisfilmben, a legtávolabbi ponton feladva is vizsgálatkérést a laboratóriumban, mármint magát a mintát, 10 percet maximum a laborba jut, de meg kell mondjam, hogy a napi életben azt látjuk, hogy még a legzsúfoltabb órákban is gyorsabban érkeznek a minták a laboratóriumban. Hát igen, ilyen számokat is lehetett hallani, hogy akkor 35 kilométer per órás sebességgel mennek a kapszulák. Hát igen, ilyen vannak csodás műszaki adatok, ugye 3,2 kilométer, 60 fogadó állomás és küldőállomás, leginkább ezek küldőállomások, már csak a laboratóriumokban vannak fogadóállomások. Lehet, hogy ez érdemes hangsúlyozni, hogy nem egy laboratóriumról beszélünk, hanem itt van a patológia intézet tulajdonképpen, ahol szintén van egy citológiai. Nem csak a központi labor, a mikrobiológiai laboratórium egy megint egy másik helyen van. Ezek különböző fogadó állomások. Meg kellett tanítanunk a rendszert arra, hogy maga a rendszer ismerje fel, hogy hova kell küldeni ezeket a kapszulákat bizonyos kódoknak a megadásával, amit minden felhasználóval, minden osztályon megtanítottunk, és hát nyilvánvalóan nem fejből kell ezeket a kódokat tudni, hanem ki vannak ragasztva a küldőállomásokra, és mint egy irányító számot beütve küldik el ezeket a kapszulákat, és onnantól kezdve a kapszulák odaérkeznek, ahova küldve voltak, olyan gyorsasággal érkeznek, ahogy a kapszulák, illetve a benne levő csomagok programozottak, és a laboratóriumi feldolgozás sebessége is attól, tehát kódolt úgymond, hogyha ez a bizonyos piros valami érkezik, akkor ez nyilván egy ilyen alarmjel, azonnal fel kell dolgozni. A kevésbé élénk színű csomagok esetében a rutinszerű, lassabb feldolgozás is megengedett. Hát most már így, hogy elmeséltem, most már így azért érthető tényleg, hogy mennyivel könnyíti meg magát a rendszert, hiszen itt az tényleg egy hatalmas rendszerről beszélünk. És amúgy végeztek számításokat, csak hogy maradjunk egy kicsikét a számoknál, igen, hogy átlagban mennyivel csökkent ezáltal a várakozási idő. Lehet ilyet tudni? Még ezt nem tudjuk. 3 hónapja megy, most a 3. hónap, hogy megy ez a csőposta rendszer a kórházunkban. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezek a bizonyos, úgy hívják angolul, turnaround time, és ezt szokták a laboratóriumoknak egy minőségi indikátorának jelezni. Ez azt jelenti, hogy a laboratóriumban való mintaérkezés és az eredményadás között eltelő idő az, aminek nagyon rövidnek kell lenni. És ezeket az időket a mai világban már kezdik kiszélesíteni az osztályon való mintafeladás és eredményadás közt eltelő időig, de még nincsenek számaink arra, hogy ez mennyivel rövidíti, egészen biztosan érdemben rövidíti azt, hogy ez az idő mennyi lesz, mivel a laboratóriumon belüli analitikai idő és feldolgozási folyamatok csak gyorsultak, vagy szóval nem változtak ennek hatására. Úgyhogy egészen meglepődtünk egyébként azon is, hogy eléggé féltünk attól, hogy egy ilyen komplex rendszernek a bevezetése, ami azért el kell képzelni, ez az ország egyik legnagyobb fekvőbeteg intézménye, óriási járóbeteg hálózattal, ami azt jelenti, hogy 28 osztály, fekvőbeteg osztályunk van, majdnem azt hiszem 180-200 különböző ambulanciát üzemeltet ez a kórház. Maga a laboratórium az ország valóban legnagyobb laboratóriuma, abban az értelemben, hogy 7,5 millió vizsgátot végez, ez majdnem 700 ezer beteg megjelenést jelent egy évben. Ez azt jelenti, hogy naponta talán ezt jobban fel tudják fogni én magam is, 2500 beteg érkezik tulajdonképpen a laboratóriumba. Egy betegtől sem érkezik egy cső, hanem 4 vagy 5. Tehát ez 10 000 cső mozgatását jelenti, úgyhogy mindennek oda kell találni, ahova szánták, és azoknak a vizsgálatoknak akkor el kell készülni, ahova szánták.
És hogy ez így történhessen, ahhoz a fekvőbet és járóbeteg osztályokon dolgozó, egyébként nem ilyen szakértelemmel felfegyverzett kollégáknak is meg kell bizonyos dolgokat tanulni, együtt kellett velünk működni. És mi féltünk, hogy ez egy kicsit, hát ugye a mai időben elég nagy teher van az egészségügyi személyzeten. Itt azért 1800 szakdolgozó az, akit meg kell erre tanítani, hogy ez ellenállásba fog ütközni. És személyes tapasztalatom is az, de a telepítő cég is azt mondta el, hogy olyan szinten jól előkészített volt a megtervezett a folyamat, a betanulások annyira jól szervezetten, előre átgondoltan történtek, hogy gyakorlatilag minimális hibával üzemel. Az első héten volt talán két komolyabb leállás a rendszerben. Azóta vannak, ez a rendszer sajátsága, hogy néha elromlik, de ezeknek az elhárítása egy órán belül megtörténik, és nagyon ritkán érinti a reggeli időszakot, amikor a legtömegesebb mintaküldés van. Szóval nagyon jó tapasztalataink vannak. Rendszer bevezetni pedig sosem olyan túlságosan egyszerű, de lehet jól is, okosan is, ugye? Hát nekem ebben az a legnagyobb öröm tényleg, hogy a különböző frontokon dolgozó kollégák között ez nem úgymond érdekellentétet, hanem együttműködést váltott ki, és az indulást követő időszakban például tudunk osztályról, akik fényképet készítettek az első kapszula elküldéséről, tehát úgy gondolom, hogy ez valóban egy olyan, amit szinte észrevetlenül bevezettünk, és most már inkább az előnyeit látjuk. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lettem.